Kedves nézők, ez itt már a hosszabbítás. Mondhatnám azt, hogy fél idejéhez érkezett a labdarúgó NB2, de tulajdonképpen már túl is vagyunk ettől fordulóval, hiszen 21 mérkőzés lejátszottak már a csapatok. A stúdió vendége a CVS labdarúgó szakosztályának vezetőedzője Nagy Tibor. Köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát jártál már nálunk, még a legelején, amikor Ceglédre kerültél. Most mielőtt még beszélnénk arról, de fogunk arról beszélni, hogy a csapat az ugye most már a 15. helyre rukkolt előre. Kezdjük azzal, hogy amikor ide kerültél valamikor szeptember közepe, de inkább vége felé, fogadott az, ami. Mi volt az első feladatod, mi volt az első gondolatod, vagy első feladataid, mik voltak a prioritások? Hát ugye az legelején az volt, hogy az első, hogy amikor pont amikor idejöttem, akkor két hét alatt 5 meccset kellett lejátszani, tehát úgy gondoltam, hogy én abba belenyúlni nem tudok. Tehát Így van. Tehát nagyon-nagyon változtatni nem is akartam, nem akartam szétborítani az egészet, hanem hagytam, hogy ami idáig volt, az menjen. Ugye kijöttünk belőle az első négyből, úgyhogy 3 vereség, 1 győzelem, és utána volt hál' Istennek egy-két hét, ahol elkezdtük azt felépíteni, amit szeretnék. Ugye ahhoz meg kellett előbb keresnem a játékosokat, hogy ki melyik poszton, hol tudom bevetni, hol a legjobb a csapat szempontjából, és utána elindultunk ugye egy 9 meccsre, és abból meg kijöttünk úgy, ugye, hogy 5 mérkőzést nyertünk, 1 döntetlen és 3 vereség, ez volt utána. Hát az elsődleges az volt, hogy szerettem volna felépíteni hátulról a csapatot, egy játszó csapatot, minél több labdabirtoklással, úgy gondolom, hogy helyek közel sikerült, el is indultunk. Sajnos utána volt egy kis visszaesés, nem tudom, hogy mi volt az oka, de tavaszra biztos, hogy sikeresebbek leszünk. Ez a játékos keret, ami a rendelkezésedre áll, ez mennyire ad számodra, hogy is mondjam, szabad kezet? Mennyire szárnyalhat a képzeleted? Hát a képzeletem szárnyalhat, csak mindig valaki visszahúz a földre. Tehát azt mondom, hogy ez a keretben sok van. Biztos, hogy kell egy-két játékost hozni ahhoz az elképzeléshez, amit én szeretnék, tehát egy támadó futballhoz, ugye egy megerősített középpálya kell, egy belépő védők a játékba, tehát biztos, hogy lesznek új játékosok, de azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni oldani, és egyre jobban, szebben játszunk. Mennyire vannak ott fejben a srácok? Ott vannak, egy rossz szót nem mondhatok senkire. Ugye vannak mindenhol, azért vannak problémák, azokat megoldjuk. Így azt mondom, hogy becsületesen végig dolgozták a velem lévő időt. És akkor, ha már munkáról beszéltél, fizikálisan mit tudott és mit tud most a csapat? Hát azt nem tudom, hogy mit tudott régebben, azt láttam, hogy mit nem. Tehát azt mondom, hogy azért nagyon sokszor elfáradtunk a 60. 70. percbe. Ez biztos, hogy annak volt köszönhető, különösen az első 4 meccsről beszélek, hogy ugye szinte védekeztük végig a mérkőzéseket, és azért védekezni labda nélkül sokkal nehezebb, mint hogy támadunk és nálunk van a labda. Ebbe jött a változás, hogy ugye már 3-4-500 passzig eljutottunk mérkőzéseken, és azért abban a pillanatban lehetett látni, hogy sokkal jobban bírjuk a végét. De én úgy gondolom, hogy fizikálisan is fejlődtünk. Ha jól számolom, akkor ami a bajnokikat illeti, akkor 13 meccsen vezényelted a gárdát, és gyakorlatilag X-re hoztad ki. Igen. 6 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség. Ugye a döntetlen nem jellemző a csapatra. Igen, igen. Mondom ezt azért is, mert amikor átvetted a gárdát, akkor sereghajtó volt a Cegléd, nyeretlenül 4 döntetlennel. Most pedig már a 15. helyen áll, 6 győzelem, 5 döntetlen, 10 vereséggel, értelemszerűen 23 ponttal. Tiéd a szóértékelésre, kérlek. Hát van hiányérzetem, mert szerettem volna. Ugye amikor elvállaltam, akkor a vezetőkkel azt beszéltük, hogy egy 20-22 pont az már csoda lenne, ha el tudnánk oda jutni, ugye abban a lelki állapotban. 23-ról beszélünk most. Igen, már. Most már igen, de hát amikor a legelején voltunk, akkor egy 20-22 pont az már csoda lett volna. Én úgy gondolom, hogy még 3 pontot benne hagytunk. Én jobban örültem volna, hogyha 26 ponttal egy 2-3 helyet, vagy igen, 2-3 helyet előrébb tudtunk volna menni. Ez nem sikerült. Megpróbáljuk majd tavasszal ezt a hiányt bepótolni, de azt mondom, hogy
mindenki előtt, a vezetők, játékosok mindent megtettek az első perctől kezdve, hogy mindenelőtt fölálljon a Cegléd, és újra sikeres legyen. A Magyar Kupában 64-ben volt, ugye a csapat? Igen, 64-ben. Igen. 64-ben lehet azt mondani, vagy szabad egyáltalán ilyet mondani, hogy az bizonyos értelemben szinte másodlagos volt, tehát itt most nyilvánvalóan az volt a cél, hogy a bajnokságban azért előre és minél fentebb és minél távolabb a kieső zónától. Az elsődleges cél a bajnoki volt. Tehát ugye pont úgy jött ki, hogy a Budaörssel játszottunk vasárnap, és szerdán újra a Budaörssel a kupára. Ugye a bajnokin sikerült megverni őket, és én akkor már mondtam, hogy én elengedem a kupát, tehát nekem sokkal fontosabb a hétvégi mérkőzés, hogy a kupába bárkit is elveszítsek. Ezért volt az, hogy ott azt hiszem beleszaladtunk egy ötösbe, de legalább tudtam lehetőséget adni azoknak a játékosoknak, akik kevesebbet tudnak a bajnoki játszani. Most mekkora szünetről beszéltünk? Olyan nagyon nagy szünet azért nem várátok. Hát ez a nagyon nagy szünet, ilyen 15-16 nap, hát ennyi. Nagyon-nagyon sokat nem nevezném. Igen. Hát és ugye mindig van még közben valami, amiért jönni kell ide, menni kell oda, tehát ez ilyen gyors talpaló szünet lesz. Mikor kezditek a felkészülést, mennyi időre áll rendelkezésre? Durván egy hónap, hogyha jól számolom az első fordulóit. Hát ugye másodikán vagy harmadikán kezdjük a felkészülést, január már 2 vagy 3, az attól függ, hogy a játékosok hogy érnek vissza, ugye, mert vannak, akik vidéken vannak, szilvesztereznek, külföldön vannak, tehát nem akarom azt, hogy beesnek az edzésre, akkor inkább egy nappal később kezdünk, és akkor maximum szombaton is edzünk majd, ugye ez csütörtök 3-a. Nem tudom, nem lesz könnyű. Én még nem tudom, tehát még ezt össze kell raknom fejbe, mert még én ilyen alapozást nem csináltam. Tehát azt mondják, hogy egy alapozás az 6-7-7. 6-7-7. Erre. Hát nem annyi. Tehát ez ilyen 4-4,5, de azt hiszem már negyedik után már bajnoki jön. Tehát ezt nagyon észre kell, mert nem lehet belekapni ész nélkül, mert akkor össze igen. És hát akkor első forduló az kapásban nem egyszerű. Bár egyik forduló és egyik rivális sem egyszerű. Én úgy gondolom, a Vihar-Sarkiekkel játszunk Békés Csabán. Nem félek tőle, tehát abszolút nem. Azért, mert Békés Csaba az engem, megmondom őszintén, most nem vág szíven. Tehát aki jön, akivel játszunk nekünk tavasszal a 17 fordulóból, én úgy gondolom, egy 8-9 mérkőzés nyernünk kell. Legyen így. És ha ez valóban így lesz, az mire lehet elég? Most 15. a csapat. Beszeretnék menni a 10-be, de mindenképp. Tehát én mindig előre nézek, most se azt nézem, hogy ki mennyire van a mögöttünk, és hány pont van a kiesőeig. Azt nézem, hogy tudjuk elérni a 7-8-at. Most ugye, ahogy utoljára néztem, az ilyen 6 pont, 7 pont körül van. Én úgy gondolom, azt behozhatjuk, és be is fogjuk. Ennél jobb zárszó, azt hiszem, hogy nem is kell. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártál. Jó munkát. Kellemes ünnepeket. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!